csak hányodom, hát ágyamon szívverésemet kikkel zabáltatom. Emészítek föl lényegem, hogy éjségtek megértsem, mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű szerelem, ölj meg, ne hagyj magamra. Koncertszínház. Ez a műfaj megnevezése annak a produkciónak, melyet Vecsei H. Miklós és csapata hozott el Erdélybe, a Kocka kibontása címmel. A Platon Karatéus a Cube koncertszínháza kísérlet a zenével, fényekkel, látvánnyal, színházi formával. Pilinszky János és Csóri Sándor életműve alapján Koltai Szonya installációjával lett teljesül az előadás, melynek katartikus élménye nem írható le szavakkal. A Vecsei H. Miklós hasi által rendezett előadásban arra törekedtek, hogy a két költőóriás életműve ne csak a szavak szintjén ragadjon meg emlékezetünkben, írják a koncertszínházi előadás ajánlójában. A mai műsorban a Cube alkotócsapatával beszélgetünk. Ugye a Csóri Sándor életműből készített előadás volt az első közös előadásunk, és keresgéltük, hogy mi legyen a következő anyag, miről szeretnénk beszélni, és ez melyik anyag a legerősebb. És akkor kezdett körvonalazódni, hogy Pilinszky, de még Csóri elemeket használva, nagyon izgalmas, most nem akarom részletekbe bocsátkozni, de nagyon izgalmas az ő hídjuk és tulajdonképpen barátságuk és a kettőjük költészetének a meccéspontjai és ellentétei. És olvasgattam a Pilinszky kötetet, és közben csoportosulás nevet is szerettünk volna, és így beötlött a Cube. És így beírtam a többieknek, még úgy voltak rá reakciók, de nem volt egyértelmű, hogy ennek kell lennie. És így elkezdtem gondolkozni, hogy a kocka mit jelenthet az én életemben, mi a szimbóluma, és valami szakralitást hiányoltam belőle. És akkor elkezdtem a kockának így a meccéspontjait nézni, a kereszteződéseit, stb., és így aludtam el azon a napon. És másnap folytattam a könyvet, és pár oldalt kellett csak lapozzak, és jött egy esze, hogy a kocka kibontása, amiben Pilinszky egy olyan képet használ, hogy ha kibontjuk a kockát, akkor egy keresztalakot kapunk. És vannak az ember életében ilyen óriási véletlenek, persze egyből tudja, hogy ez igazából nem véletlen. És akkor mondtam a többieknek, hogy hát ez így, ennek így kellett lennie, és legyen az a nevünk, hogy Cube. Illetve hát együtt eldöntöttük, hogy ez lesz a nevünk, hogy Cube. És akkor az előadás pedig ezt a kocka kibontása nevet kapta, ami nem is az esszé csúcsfontossága miatt, mert nem ez a csúcspont a darabban, hanem hogyha minket is kvázi kockának hívnak, akkor ez úgymond allegóriája a mi csoportosulásunk kibontásának. Így kezdődünk. Ez a mi identitás jelölő előadásunk. De egyébként az érdekesség kedvéért a kocka kibontása esszé pedig arról szól, hogy Pilinszky úgy fogalmaz, hogy ő hisz a lélekvándorlásban, de szerinte az egy szűkebb dolog, mint egy élet, mint egy élet. És ezt úgy szemlélteti, hogy a mi életünk az egy olyan, mint egy kocka, amiben ezer élet lehetősége van. És ez az ezer élet lehetősége, ez annyira gazdag, hogy gazdagabb, mint a végtelen lélekvándorlás. És ez egy nagyon szép gondolat, hogy hiszek a lélekvándorlásban, és mégis alacsonyabbnak tartom, mint ezt az egy életet. És azt mondja, hogy pont emiatt az ezer élet lehetőségétől szerinte születésünktől, és az evolúción és a teremtésen keresztül mindenki mindent tud.
Tehát minden tudás a birtokunkban van, csak ez betemetődött valahol. És ennek a betemetődésnek az érzetei, meg a pillanatai tulajdonképpen ez az előadás szerkezete vagy magja. És amikor szídják a kereszten, azt mondja: Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Tág szemmel már csak engemet figyel, mind néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, megölném is, hinnél jó vagyok. Nagyon izgalmas ezzel az előadással turnézni, meg ezt előadni bárhol, mert súlya van, és nekem is nagy felelősség, hogy mennyire tudom ezt átadni a közönségnek, és mennyire tudom ezeket a súlyos, nehéz mondatokat és gondolatokat úgy átadni, hogy egyrészt megértsék, átérezzék, és hiteles legyen. Az előadás úgy van jelölve, hogy koncertszínház, de ez csak jobb hiány. Mi sem tudunk jobb nevet arra a kísérletre, amit próbálunk megtenni ezzel az előadással. Ja. A színház az utóbbi mondjuk 60-70 évben nagyon elkezdett uniformizálódni. Van a színpad, vannak a nézők, néznek a színpad felé, ott van különböző szerepek, íveket egy történet során bejárnak, és általában az agyunkkal felfogjuk a szöveget, ami a színpadon történik, és valami konzekvenciával hazamegyünk. De ennél a színház ősi képen sokkal komplexebb és erősebb és intuitívebb, és legalább annyira hat az érzékekre, mint és az érzelmekre, mint az agyi, intellektuális dolgokra. És egy, mondjuk egy rendszerváltás előtt, mondjuk egy Kádár vagy Ceausescu érával, ott voltak olyan mondatok, amik megrázták a nézőteret. Most már, amikor a világ szét van ömlesztve mindenféle szóval és képpel és videóval és hírrel és ténnyel vagy tényszerűséggel, akkor nagyon nehéz olyan mondatot mondani a színpadon, ami alapjában megrengeti a nézőt. Nagyon nehéz úgy hazaküldeni a nézőt a színházból, hogy azt érezze, hogy valami megváltozott. És én azt gondolom, hogy itt nem az anyagválasztással van a fő nehézség, hanem a forma választással. Most ideje van annak, hogy a formán sokat gondolkozzunk, hogy mi az a forma, ami hat. És itt egy óriási vetítést fog látni egy monumentális díszletben a közönség, és a zenének egy olyan peremterületét és területeit, mert elég eklektikus zeneileg és hanghatásilag az előadás, ami talán kirázza a formák komfortzónájából a nézőket, és ezzel kísérletezünk, tehát jobb hiány hívjuk koncertszínháznak. Más, és sokszor kiéleződnek a különbségek a zenészek és a hasi között. Úgy mond, hogy ő színházi világból jött, mi meg ugye zenészek vagyunk, és ez a kettő egyébként tök más. A cél ugyanaz, de például lazaságában vagy felfogásában néha más, de nagyon-nagyon jó ötvözet, és szerintem nagyon izgalmas, és valahol ennek van igazán értelme, egy jól felépített koncert, ami üzenni is akar, nem csak bulisztat igazából, mert a koncert valahol arra való, hanem gondolatokat ad át a zenén keresztül, és különböző, mert itt nagyon képben kell lenni, minden szónak súlya van. Egy koncerten annyira nincs. Az lenne a cél, hogy legyen, de itt ez sokkal komolyabban van véve. Hiszek abban, hogy eleve mindenki mindent tud. Csak ez a valami egyszer betemetődött. Ha szorongok, az főleg színpadon van, és ugye itt mindig van a dalok között 2-3 perc, amikor semmi dolgom nincsen, és nincs se tap, se semmi, tehát nem a... Ugye a koncertnek az a lényege, hogy azonnali visszajelzés a taps egy-egy dal végén, ami mondjuk 3-4-5 perc, és ez most itt nincs, hanem a 80 perc után vagy jó taps van, vagy nem jó, vagy nem tudom, nincs olyan, hogy nem jó taps, de tehát általában fújolni nem szoktak, de
De hogy ez egy teljesen másik szituáció. És konkrétan meg kellett tanulnom kezelni, hogy igen, most akkor nyugi, semmi, direkt nem tapsolnak, tehát nem azért. Szóval, hogy ez egy teljesen más világ. Mint végső ilyen én arab magához látja társát, siratva benne önmaga hasonló sorsumását. Szoklopva át ön eltelek, és szomjazol, ahogy se szeretni, mert én szeretünk egy élőt és maradtan. Miféle fenn alatti harc vajon, miféle éves, mint összemente szögletet ma hajnal óta véves. Az ő szabad csak egyre nő a szembe. Fontos szempont volt a Hasi, is úgy gondolta, meg szerintem mindannyian, hogy nem úgy kéne megközelíteni ezeket a verseket, mint ahogy már többen megközelítették. Rengeteg sok szép megzenésítés van Pilinszkihez, meg általában a versekhez. Mindig valamilyen picit kamarazeneibb, akusztikusabb jelleg társul az emberek fejében, és mi pont szerettünk volna ennek ellene menni, és egy kicsit másképp hozzáállni. Nehéz, mert a Pilinszkinek a szövegei azok nem úgy ritmikusak, nem úgy gurulnak, mint akár egyébként Csórié. És ez itt nehezebb egy picit dalokat írni rá, de azt gondolom a végeredmény az szerintem jó lett. Nekem is jutott egy-két dal, amit én zenistettem meg, és egyébként megküzdöttem vele. Volt több olyan verzió, amit meg sem mutattam végül a többieknek, mert így meghallgattam másnap, és hát ez nem lesz jó. De végül egy pár darab jól sikerült, és akkor azok bekerültek a műsorba. Pont kifejezetten az egyik ilyen leggorombább, legzúzósabb bot, azt pont én követtem el. De én nem gondolom azt, hogy egy agresszívabb, intenzívebb zenei tónus az feltétlenül ellene menne ezeknek a szövegeknek, vagy azoknak a tartalmának. Szerintem bármi beleférhet, és mindenféleképpen, hát majd aztán a közönség meg az idő eldönti, hogy mennyire lett ez az előadás jó, de én úgy gondolom, hogy mindenképp egy érdekes valami lett belőle. Egy szakrális hely, ahol az emberek összegyűlnek, vállalva azt, hogy most ma este történik velünk valami közös. És reméljük, hogy ez hatással lesz. És reméljük, hogy az est végén többet fogunk jelenteni önmagunknál, reméljük, hogy a szavak túlmutatnak majd saját magukon. És ilyen szempontból nem arról kell beszélgetni, hogy kinek mit jelent a színház, hanem hogy kell léteznünk az este folyamán, hogy ez a lehető legerősebben működjön a lelkekben, amit mi elterveztünk. Konkrétabban kell beszélgetni, hogy ennél a résznél most nem mozdulhat meg semmi. A kislábú is sem mozdulhat meg. És nagyon fontos, hogy a gitáros, a basszusgitáros, a dobos és a zongorista is tudja a szívében azt a verset, ami éppen elhangzik, még akkor is, ha csend van. Mert együtt, egy csapatként szeretnénk átadni azt, ami éppen történik. Ahogy nekem is nagyon fontos, hogyha egy gitárszóló van, vagy egy zongoraszóló, vagy bármi olyan hanghatás, amire most nem akarok részletekbe bocsátkozni, mert tényleg szélsőséges zenei megszólások vannak benne. Nekem is tudnom kell, hogy ezek a hatások ugyanúgy beszélnek, mint a szavak, és nekem is ezzel a tisztelettel kell feléjük legyek. Tehát ez egy koncertnél azért, mondjuk felületesen azért mondanám, hogy inkább színház, mint koncert, mert sok az egész nagyon-nagyon koncentrált és megkoreografált. Nem véletlenszerű, az első másodperctől az utolsóig komponált dologról van szó. Valójában a szándékom az volt, hogy eltaláljam a verseknek a hangulatát, és hát nyilván ilyen nincs. Tehát a szószoros értelemben nincs ilyen, hogy eltalálni egy vers hangulatát, mert ki, aki olvasra, annyi féleképpen, tehát ahány ember olvasra, annyi féleképpen lehet értelmezni, de hát próbáltam. Szóval amit nekem mondott,
azt próbáltam becsatornázni zenébe. És akkor egy idő után persze elkezd az emberhez beszélni az anyag, csak igen. Az a szerencsé, hogy viszonylag, tehát hogy van annyi ötletem folyamatosan, hogy ne legyen akadás a munka folyamatban, de közben meg ez nehezebb, mert így mazsolázni is erőszakosabban kell. Viszont erre tök jó, hogy ott volt a Hasi, aki meg azt mondta, hogy hát azt a szintit, azt nem oda képzelem, meg nem tudom. És ő ugye nem zenész, és nem azt mondja, hogy ott egy hang, ha följebb indulna, hanem ő azt mondja, hogy ez így nem jó. Nem tudja, hogy miért nem, de nem jó. És nyilván ezt is arra kell lefordítani, hogy neki nem tetszik. De hogy, mert nyilván már olyat nem adok neki oda, ami amúgy helytelen mondjuk összhangzattalinak, de hogy nem, ilyen nincs, de hogy ő sokat segített abban, hogy ő olyan volt, mint egy kő a folyóban, hogy ne erre folyjál tovább. Ja, jó, oké, akkor. Szóval, hogy ilyen természetes visszaverődés volt bizonyos szempontból Hasi ebben a folyamatban. Van néhány olyan mű és életmű, ami színpadon úgymond el van átkozva, tehát hiába viszi fel az ember a színpadra, érhet el vele szép sikereket és hozhat létre szép estéket, de valahogy az alkotó mindig érzi, hogy ez még nem igaz. Lehet, hogy szép, lehet, hogy erős, de még nem az, ami. És Pilinszkinél ez a nehézség, hogy ő lehet Petőfi verseket hallgatni egy egész estén keresztül, és az tud működni, de nem lehet 20 Pilinszki verset befogadni egy este. Hát egy-egy évekig tarthat egy-egy verse, vagy egy-egy sora. Négy soros, csak négy sor, de ahány nap annyiféle jelentése van, és annyi ereje. És nem azért, mert absztrakt, vagy nem érthető, hanem azért, mert valahogy Pilinszki szavai azok sokkal többek, mint a szavak egymás után. És ennek éppen ezért van az ő költészetének egy nagyon komoly mágiája, emellett pedig ugye az Isten kereséséből kifolyólag pedig egy nagyon komoly szakralitása is. És ezek mind olyan dolgok, amikről tudunk beszélni, de csak körül, egyre pontosabban tudjuk csak körülírni, de a magjáig nem tudunk eljutni, hiszen nem szavakból áll a magja. Tehát Pilinszki, miközben az egész életműve szavakból áll, mégse a szavakon keresztül lehet megközelíteni. És ez alkotóként egy nagy ajándék, hogy ezen lehet gondolkozni és foglalkozni ezzel. Ugye az történik, hogy előadásról előadásra haladunk, és nyilván volt egy hosszabb próba folyamat is, ami megelőzte az előadás színpadra állítását, és eléggé sokszor hallottuk, olvastuk ezeket a szövegeket. De mégis az van ilyenkor, amikor színpadon állsz, hogy egyik alkalommal egyik négy sor akad be, és ébredsz valami gondolatot a fejedbe, másik alkalommal másik négy sor. Tehát mindig mutat valami újat, hiába már ismerjük eléggé. Mindig valami új dolog csillan föl belőle, és meg az egésznek van egy picit ilyen szakrális rituálé jellege ennek a dolognak, és ez mindenféleképpen ezt a flow élményt, amit kérdeztél, ez mindenképpen segít megteremteni, mert hogyha van egy ilyen gondolati, filozófiai, érzelmi vonal, amin haladsz, ennyire jól kijelölt úton, akkor azt, hogyha arra koncentrálsz, akkor az mindenképpen magával visz, és akkor létrejön ez a fajta flow. Nem költő megőrzésről van szó, vagy értékmentésről. Egyszerűen azt érzem, hogy a mai világban ez a legerősebb anyag, amivel most foglalkozni tudunk. Ha lenne ennél erősebb színdarab mondjuk, amit én ismerek, vagy olvasok, akkor azzal foglalkoztunk volna. De a mai világra most az ő életművén keresztül érezzük azt, hogy a legérvényesebben tudunk magunkon keresztül reflektálni. És tényleg fontos kérdés itt, hogy mind a kettőnk szomszédjában háború van, tele információval és dezinformációval, és halottakkal, és értéktelenedéssel, és hosszan lehetne folytatni a sort. Hogy ezek mögött mi a mi feladatunk, és mi a valóság, hát ez most
Ugye minden jó érzésű embert foglalkoztat. Talán először így meg kell érkezni, vagy helyén kell kezelni magunkat, meg a szerepünket a mostani világban, és szerintem ez egy Pilinszkinek jó, hogy ő az Istenhez, vagy az Isten elvesztéséhez képes pozícionálja magát. Én azt érzem, hogy nekünk is fontos, hogy ezen kereszt, hogy az ő nézőpontjából nézünk most erre a szituációra. És nem csak a háborúra, hanem a jelenkorra, erre a csonka jelenkorra. Bezuhantó az idegek közt, gazdát nem mosoly fuldokol. Hány éjszakán át készülődött, mit virasztott át, nem mosoly, tudjátok is, Tiki jött vissza. Ez itt anyám, a kisöcsém, végi csókó mosoly a fény. Te hol vagyok közülük én? Minden előadással több mindent fogok fel ebből az egészből. Szerintem évtizedek múlva is lesznek olyan mondatok, amiket újra gondolok majd, és mást fog jelenteni abban az életszakaszomban. Most is vannak olyan mondatok, amik még nem jelentenek semmit, vagy még nem értem. De mondjuk ért haláleset nemrég, és egy-két mondat az előadáson belül teljesen más értelmet nyert. És teljesen mást jelent már nekem. És ezt gondolom minden nézőnek más-más. És ettől izgalmas, hogy senkire nem erőszakoljuk rá a jelentését a dolgoknak. Nincs egy történet, nincs egy sztori, amit át akarunk adni, hanem érzések vannak, amiket át akarunk így itatni a közönséggel. Hát szóval a lényeg az, hogy mivel nagyon nehéz, majd talán életem végén ezt mondom, hogy na, most megértettem ennek az előadásnak a lényegét. Hol vagyok?